Igen, hát nem lebecsül az ellenfelet, mert megmondom őszintén, nagyon-nagyon tetszett a Honvédnak a játéka. Az a sok mozgásos, pörgős játék nagyon tetszett. Kaptunk 7 gólt, aminek annyira nem örültem. Ez a Honvéd a dicséri mindenféleképpen. Nyilván kijött a két csapat közti különbség. Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez. Valóban tudtunk gyakorolni dolgokat, ez egy nagyon jó edzésnek beillett. Nekünk a következő igazi mérkőzése nekünk március vége felé jönnek. Tehát van egy hónapunk, amit föl tudunk készülni, de ez a mérkőzés nagyon jól szolgálta a mi felkészülésünket. Először is szeretnék gratulálni mind magunknak, a magabiztos győzelemhez, mind pedig a Honvédnak. Szerintem ez számunkra egy nagyon jól szolgálta a fejlődésünket, ez a mérkőzés. Nagyjából úgy volt felosztva a mérkőzés, hogy fele-felébe, hogy az egyik felét a fiatalabb, rutintalanabb játékosok, a másik felét pedig a rutinosabbak, de úgy gondolom, hogy mindkét sor, ha lehet így fogalmazni, akkor teljes mértékben helytállt. Nyilván voltak hibák, főleg védekezésben, pontatlanságok, zicserben, elős, hátul, ezeket majd kiavítjuk, nekünk majd azért most jön pár olyan mérkőzés, amire úgy gondolom, hogy ott is gyakorlás lesz a fő célunk, és tavasszal pedig azok a meccsek, amiken hozzuk el a 3 pontokat. Hát először is gratulálunk a Szentesnek az eredményhez, magunknak már kevésbé. Tehát a kapott gólok száma az tragédia, de nem is ez az, ami annyira felháborít most, hanem próbálunk egy jó szellemiségű, jó támadó szellemmel játszó csapatot építeni, és ezt ma nem annyira láttam. Tehát én azt gondolom, hogy van most már egy 4-5 olyan kimondott csatár alkatú képességű játékosunk, akik mennek, betörnek, beúsznak, tehát egy sok mozgásos, sok helyzetes, sok akciós játékot szeretnénk játszani, és ez egy nagyon passzív játék volt. Az, hogy védekezésben milyenek vagyunk, nyilván megvan az a fizikai különbség, megvan az a kor különbség, ezt tudjuk egy az egyben, még nincs keresni valunk egy ilyen csapat ellen. Ez oké. Okay. De a támadó játékban ezt a fajta passzivitást, ezt nagyon nem akarjuk eltűni, sem az első osztályú csapatunkban, sem az utánpótlásban, és ugye tekintettel arra, hogy a OB1-es csapatunk zöme utánpótláskorú, ez nem volt egy jó meccs, és ennek a hétközben meg lesz azért a bőtje. Először is a Szentesnek gratulálok az eredményhez, a győzelemhez. A saját játékunkról sok jót most nem lehet mondani, bár voltak a játéknak olyan részei, ahol annak ellenére, hogy kimaradtak a helyzetek, azért igyekeztünk megcsinálni azt, amit megbeszéltünk, és egész jól is nézett ki a játék, viszont sajnos több olyan rész volt, ahol ennek az ellenkezője mondható el.